Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsorszerkesztője pedig Jó Brodi, ez pedig itt a Geopolitika mindenkinek. Dr. Bernek Ágnessel készítünk egy ilyen minisorozatot, amelyben a geopolitikáról fogunk beszélgetni, az alapfogalmaktól kezdve egészen olyan kérdésekig, ami a napjainkat is érinti, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Bernek Ágnest, aki a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ Geopolitika Kutatócsoportjának a vezetője. Jó napot kívánok! Köszönöm a felkérést, és nagyon örülök, hogy beszélgethetünk a geopolitikáról. Szerintem mindenkit most nagyon érdekel, főleg ugye itt az orosz-ukrán háborúnak a fényében ezek a kérdések egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számon, de kezdjük mi az alapokkal, és hogy egyáltalán mit hívunk geopolitikának, és mik a geopolitikának úgymond azok az alapfogalmai, ami alapján önök, mint szakemberek is dolgoznak ezzel a fogalommal. A geopolitika hagyományosan úgy szoktuk definiálni, hogy egy adott nagyhatalom adott terület feletti uralmát, vagy hogyha uralmát még nem is, de adott területre vonatkozó uralmának az igényét jelenti, hogyan nyilvánítja ki. Tehát éppen ezért a geopolitikának két kulcsfogalma van, ennek gyakorlatilag az összevonása. Az egyik maga az alapvetően a geó, tehát ettől lesz a terület, tehát éppen ezért a geopolitika mindig nagy kérdés az, hogy adott területnek milyen sajátosságai, milyen adottságai vannak, és ezek a területek hogyan értékelődnek át. És a másik nagy kérdése az pontosan a politika. Tehát, hogy adott nagy hatalom, tegyük föl nagy világpolitikai stratégiai terén, adott területnek az uralma, az miért kiemelten fontos. Természetesen maga a geopolitikát, tehát ami alapján definiáljuk, ez a 19. és a 20. század fordulóján alakul ki, de ez nem azt jelenti, hogy korábban nem volt. Ugye korábban is volt, csak lehet, hogy nem geopolitika fogalomként definiálták. Maga a geopolitikának az egyik alapvető kérdés, és azt szoktuk mondani már, hogy ez egy ilyen hagyományos geopolitikai gondolkodásmódot jelent, azt szoktuk erre mondani, hogy az ortodox geopolitikai megközelítés, az abból indul ki, hogy adott területnek milyen adottságai vannak. Így például az ortodox geopolitikának a mai napig az egyik legtöbbet használt fogalma, hogy szárazföldi vagy tengeri hatalomról beszélünk. És hagyományosan, legalábbis a geopolitika keresztapja Herford Mackinder alapján azt szoktuk mondani, hogy a tengeri hatalmak azok mindig legyőzik a szárazföldi hatalmakat, hiszen egy tengeri hatalomnak mindig sokkal nagyobb lehetősége van arra, például mai nyelven szólva világszintű hálózatokat hozzon létre, és a tengerek uralma révén gyakorlatilag egy világuralmat tudjon kialakítani, míg egy szárazföldi hatalom, amelynek nincsen tengeri kijárata, az általában ahhoz mindig az elzártságot és az elmaradottságot szoktuk társítani. És ez egyébként annak ellenére, hogy most már nyugodtan beszélhetnénk arról, hogy ki a légtérnek az ura, nyugodtan beszélhetnénk arról, hogy ki tegyük föl az űrkorszaknak, ki lesz az új vezetője, vagy ki lesz a technológia ura, a virtuális teret kiuralja. Ezek mellett is a mai napig ez egy alapvető kérdés, hogy szárazföldi vagy tengeri hatalomról beszélünk. Ha például összehasonlítjuk az Amerikai Egyesült Államokat és Oroszországot, akkor az Amerikai Egyesült Államoknak hallatlan nagy földrajzi előnye az, hogy két óceáni partja van. Most mindig az a kérdés, hogy a NATO révén az atlanti erőtér ugye a fontos, de például Hillary Clinton, amikor Barack Obama első ciklusának volt a külügyminisztere, Hillary Clinton azt mondta, hogy a csendes óceáni erőtér lesz az USA 21. századi évszázada. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős világhatalmi létet jelent, hiszen mind gyakorlatilag az atlanti erőtér, mind a csendes óceáni erőtér felé tudja érvényesíteni hatalmát. Oroszországnak pedig a legfőbb földrajzi korlátja pontosan az, hogy hiába van egy jeges-tengeri partvidéke és egy csendes-óceáni partvidéke, ezek az év nagy részében be vannak fagyva. Nem tud menni sehova. Ugye a sokat vitatott Alexei Dugin mondja azt a Geopolitika alapjai című könyvébe, hogy Oroszországot mint egy anakonda gyűrűjével bezárta a nyugat, hiszen ugye az ősrégi hidegháborús fékentartás elve pontosan arra irányult, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a szovjet közép-ázsiai köztársaságokon keresztül gyakorlatilag Oroszország újabb és újabb érdekszférákat tudjon kialakítani. Ez Oroszországnak egy nagyon-nagyon súlyos korlátja. De hogyha például azt kérdeznénk, hogy Kínát szárazföldi vagy tengeri hatalomnak tartjuk, maguk a kínaiak is azt mondják, hogy sokkal inkább szárazföldi hatalom, mint tengeri hatalom. De például Magyarország esetében is hogyan lehet definiálni egy Kárpát-medencét? Alapvetően úgyhogy ez egy szárazföldi jelleg mindenfajta képpen. És ebből ered,
hogyha a területet így definiáljuk, tehát hogy milyen adottságai vannak, ebből ered, hogy meghatározzuk azt, hogy annak a területnek, mai szóval élve azt szoktuk mondani, hogy a relatív földrajzi helyzete milyen. Tehát tegyük föl, milyen erőtérben található. Az az erőtér, ahol éppen található, az mennyire fejlődik, vagy mennyiben áll adott nagyhatalomnak az érdekszférája alatt. Éppen ezért a geopolitikának mindig ez a területiség az elsődleges, és természetesen hagyományosan maga a határmentiség. Ez a úgynevezett frontier, ahogy mondták, ugye, amikor kialakul az Amerikai Egyesült Államok, amikor ugye, hát ugye a vadnyugaton egyre mentek és mentek előrébb. Tehát ez egy határövezet. Éppen ezért a geopolitikának mindig ez a konfrontáció, a nagyhatalmak összetűzése mindig az egyik alap. Na most túl ezen, a geopolitika foglalkozik azzal, hogy egy nagyhatalomnak milyen stratégiája van, tehát mi kell ahhoz, hogy egy ország nagyhatalom legyen, és hát ugye amikért a harc folyik, az maga az ütköző államok vagy az ütköző zónák. Geopolitika elméletében egy nagy kérdés, hogy van-e ebből az ütköző zóna helyzetből kitörési lehetőség. Egy ütköző zóna eljuthat egyszer oda, hogy maga is például regionális hatalom lesz, vagy hittérség lesz. Tehát elméletileg ez mind ide tartozik. Most nagyon sok kérdésem lenne egyszerre, de akkor kezdjük az elején, ugye beszélt a tengeri nagyhatalomról. Elég az egy tengeri nagyhatalomnak, hogy x négyzetkilométernyi tengeri partja van, vagy kell ehhez valami más is? Hát természetesen, hogy kell más, hiszen a terület az csak egy lehetőséget ad rá. Ha ehhez nem tudja kiépíteni a tengeri flottát, akkor hogyan tudja kialakítani az erejét? Nem véletlenül a hagyományos amerikai geopolitikában a mai napig meghatározó mehen tengernagynak az elve, aki összefoglalta azt, hogy hogyan lehet az USA a tengerek ura. És leírja azt, hogy miért kell kiépíteni egy erős tengeri flottát, miért kell kiépíteni a nagy tengeri támaszpontokat, és ennek révén, most már azt szoktuk mondani a geopolitikában, ezek a stratégiai földrajzi helyek. Tehát melyek helyek azok, ahol jelen kell, hogy legyünk, ahonnan például egy adott területet tudunk uralni. Ezért nagyon fontos, hogy hol vannak az USA-nak ezek a tengeri katonai bázisai. De ő mondja például azt is, hogy ki kell építeni a Panama csatornát, hiszen a Panama csatorna az megteremti azt, hogy össze tudom kötni a két óceán. És egyébként mehen tengernagyhoz kapcsoljuk az úgynevezett open door, vagy nyitott ajtók politikát, amit nem csak katonailag szoktak már alkalmazni, hanem az USA esetében gazdaságpolitikailag is. Tehát, hogy ahogy változik a világ, változnak a gazdasági folyamatok, úgy az Amerikai Egyesült Államoknak is egyre inkább változtatni kell azon, hogy éppen milyen térséghez, milyen adott geostratégiai irányelvet változtat. Akkor egy kicsit még arról hadd kérdezzem, ha már itt az alapfogalmaknál vagyunk, hogy hogy jön ez a sorrend, hogy vannak a nagyhatalmak, vannak a regionális nagyhatalmak, ugye több ilyen fogalom hangzott el. Mik ezek között a különbség, és mi ez a skála? A skála az mindenfajtaképpen úgy kezdődik, hogy nagyhatalom, de a nagyhatalmaknak is vannak különböző szintjei. Ugye attól függően, hogy globális nagyhatalomról beszélünk, vagy azt szoktuk mondani, hogy nemzetközi nagyhatalom, az nem annyira globális szintet jelent, hiszen globális szinthez azt szoktuk már társítani, hogy az egész világ fölött gyakorlatilag minden egyes szegmentben tud uralkodni. Nemzetközi nagyhatalom az lehet, hogy például gazdaságilag nagyon erős, de például politikailag olyan szinten nincsen. A geopolitikában egyébként nagyon érdekes, hogy ez a regionális nagyhatalmi lét, ez nincs igazán kidolgozva, hiszen ez nem állt a nagyhatalmaknak az érdeklődésének az előterében. Mindig vannak rá nagy nemzetközi projektkísérletek, hogy legyen ilyen, akárhány ilyen szerzőnek és kutatónak írok, mindig kiderül, hogy a projektet lezárták egy év múlva, vagy két év múlva, úgyhogy nincs igazából definiálva egyébként a mai napig, hogy mit értünk azon, hogy regionális nagyhatalom, de a regionális nagyhatalom után vannak az ütköző zónák, vagy az ütköző államok. És erre szoktunk fölvinni esett tanulmányokat, például Afganisztán miért tipikus példa egy ilyen ütköző állami létre, és akkor ez alapján szoktuk levezetni, hogy mindehhez milyen földrajzi adottságok vannak, és ezek a földrajzi adottságok mennyiben alapozzák meg azt, hogy adott ország éppen ütköző állam lesz. De amit még szeretnék kiemelni, hogy a terület, de a terület az csak egy alap. Ezért azt szoktuk mondani, hogy a geopolitika soha nem objektív tudományterület. Annyira nem objektív terület, hogy attól, mert hol vagyunk, az egy dolog. De azt, hogy hogyan értelmezzük, ez a szubjektivitás mindig meg fogja adni, hiszen a geopolitika az mindig adott nagyhatalom. Gyakorlatilag geostratégiáját alapozza meg. Az a célja, az a lényege, tehát mindig egy adott nagyhatalom ezt újra értelmezi. Egy adott nagyhatalom céljának fog megfelelni. Ezért egyébként nagyon sokan nem is szokták elfogadni, tehát azt szoktuk mondani, hogy a geopolitika mellett van olyan, hogy politikai földrajz.
A politikai földrajz pedig, hogy annak mi a definíciója, azt szoktuk mondani, hogy az politikai jelenségek földrajzi módszerekkel történő tanulmányozása. Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a politikai földrajz, mint a földrajztudomány része, az sokkal inkább tudományterület, a geopolitika, mint a politikatudomány része, az pedig sokkal inkább már egy alkalmazott nagyhatalmi stratégiát jelent. Tehát akkor vannak a regionális nagyhatalmak, amik nincsenek úgy definiálva. Nincsenek igazából definiálva. Tehát amikor azt mondom, hogy Törökország regionális nagyhatalom akar lenni, akkor igazából nem teljesen tudjuk, hogy ez mit akar. Nem, ebből nagyon nagy vita van, tehát ebből nagyon sok konferenciát szoktunk rendezni, ebből nagyon nagy vita van, de erre egyértelmű definíció nincs. De egyébként még azért azt az elején szeretném elmondani, hogy maga mi az, hogy a geopolitika definíciója, ezt a definíciót szoktam én adni, de ez inkább ez a Henry Kissingeri abszolút reálpolitikának felel meg, de nagyon sokan nem fogadják el ezt. Nagyon sokan például azt szokták mondani, hogy ez szerintük sokkal inkább ez egy interdisziplinális tudományterület. Szerintem nem. Szerintem a geopolitika az egy kőkemény, nagyhatalmi érdekérvényesítés megalapozását szolgálja. Na de akkor beszéljünk még azokról a részeiről a geopolitikának, amiből igazából ez összetevődik. Ön is említette, hogy nem csak az számít, hogy hol helyezkedik el az adott állam, hanem egyéb más jellemzők például. Például, hát nem véletlen, aki legelőször leírja magát a geopolitika szót, Rudolf Jellén, az, aki egy svéd közigazgatásban dolgozó szakember volt, ő alkalmaz, legelőször hozzá datáljuk a geopolitika szót, de majd mindjárt rátérek, hogy ebben is a szakmában nagy vita van, hogy ezt először kiírta le. Ő fogalmazza meg, hogy az államnak milyen erőtényezői vannak. Például ő azt mondja, hogy csak az egyik erőtényezője az a politikai földrajzi helyzet, vagy másképpen, amiről az előbb beszélgettünk, hogy milyen földrajzi helyzete van. De legalább annyira ide tartozik, hogy milyen a néperő. A mai napig az, hogy egy országban hányan laknak, az egy meghatározó elem. Az Amerikai Egyesült Államok fölénye szintén az USA és Oroszország összehasonlítását alkalmazva, hogy 330 millióan laknak az USA-ba, míg az oroszoknál csak 142 millióan, bár a CIA szerint már rég nincsenek annyian, csak ugye az orosz statisztika hivatal ezt nem vallja be. Éppen ezért egy demográfiai program mindegyik országban meghatározó. Egy magyar nemzet stratégiánál is, hogy a Kárpát-medencében hányan laknak és hány ember vallja magát magyarnak, éppen ezért ez egy meghatározó elem. Tehát a néperő az mindig ide tartozik, de nem csak a tekintetben, hogy milyen demográfiai programok vannak, vagy milyen családvédelmi programok vannak, hanem a tekintetben is, hogy a választó polgárok, mondjuk így, azok mennyire tudnak azonosulni ezzel, mennyiben tudják elfogadni adott nagyhatalomnak, vagy adott országok vezetőjének a geostratégiáját. Nemzetközi elemzők mind azt mondják, hogy Vlagyimir Putyin akkor tudja igazából megnyerni ezt a háborút, hogyha az orosz választókkal ezt nagy honvédő háborúnak fogadtatja el. Hogyha az oroszok, hát ez az orosz néplélek, tehát éppen ezért a geopolitika az nagyon sokszor legalább annyira pszichológia is, hogy a mennyiben viszonyulnak ehhez, önmaguk mennyiben fogadják el, mennyiben tartják magukat igazán orosznak, vagy mennyiben gondolják úgy, hogy Vlagyimir Putyinnak ez az orosz néplélek felfogása, ez mennyiben felel meg. Tehát ez a néperő, ez a második, nagyon fontos harmadik erő, az a gazdasági erő. Nem beszélhetünk akkor nagyhatalomról, hogyha adott nagyhatalom nem tudom hány éve már recesszióval küzd, alapvető gazdasági problémái vannak, vagy olyan szintű gazdasági függésekben van, ami eleve megkérdőjelezi azt, hogy ugyan már kérem, milyen önálló geostratégiája legyen. És szintén ide tartozik, és ezt Kiellén is leírja, hogy ugyanakkor van egy nagyon fontos szociális erő, tehát hogy maga a társadalmi struktúra milyen. Mert ha a társadalom egyik része nagyon gazdag, a legnagyobb része pedig nagyon szegény, akkor szintén teljesen abszurd nagyhatalmi létről beszélni. Hiszen milyen alapon, amikor van egy külpolitikai stratégia, de ennek gyakorlatilag a hátország felől semmilyen támogatottsága nincs. És az ötödik az a kormányzati erő. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy adott ország vezető kormányzatának mennyire például milyen a megítélése. Nem csak oda-haza, hanem nemzetközi szinten is mennyire milyen a megítélése. Ez mind ide tartozik. Stabil egy politikai rendszer, az számít. Például, vagy mennyire stabil a politikai rendszer, igen. És legfőképpen úgy, hogy nemzetközi szinten mennyire elfogadott. Ugye ez azért változik, most egyre inkább azt szoktuk mondani, hogy egy országnak milyen az imidzse. Hogyan ítélik meg? Mi az a kép, ami adott országról ér? Például meghalljuk azt a szót, hogy Oroszország, mi lesz az, amit legelőször társítunk ehhez? Nyilván Putyint, és még ilyen egyebeket, a vodkát, meg hasonlókat, de mégis mi az, amit társítunk hozzá? Ezért például a soft power, hiszen a geopolitika az adott terület fölött, az a kérdés, hogy milyen eszközökkel gyakorol hatalmat. Ha ugye hard powerről beszélünk,
akkor megjelennek a katonai erők, akkor kényszerítenek minket, hát ha szembeáll velünk a tank, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy mi a játszma lényege, kényszerítenek minket, hogy azt tegyük, amit ők akarnak. A soft power az viszont késztet. A soft power el akarja érni azt, hogy úgy gondolkozzunk, ahogy tegyük föl, adott nagyhatalom gondolkozik. Ez az amerikai geopolitikának és az amerikai nagyhatalmi létnek szerintem az egyik legerősebb eleme. Ez a teljesen vonzó amerikai társadalmi lét. Ez az amerikai imidzsnek egy nagyon-nagyon pozitív megítélése. Hát nem véletlenül sokkal korábban még inkább ez meghatározóbb volt. Ugye a teljes fogalomrendszerünk, például az NGO-k, ugye a nem kormányzati szervezetek, a civil mozgalmaknak a fontossága, az emberi jogoknak a tisztelete, a demokrácia, ez mind-mind ide tartozik. Egy jólét, egy stabilitás, az, hogy az egyéni ember úgy gondolja, hogy én is, meg a családom is, meg a környezetem is megfelelő stabilitásba él, ez mindenfajtaképpen ide tartozik. És ez a soft power, ez hát akárhogy is nézzük, ez Kínának ugye a világszintű Konfúciusz intézet, de a szopernek van Oroszországban is eleme, ez a ruszki mír, az orosz világ. Mégis azt látjuk, hogy hány ember tanul oroszul vagy kínaiul. Mégis ugye az alapvető probléma az, hogy mit tudunk a világról. Azt, amit a neten, angolul vagy az angol fordítás alapján elérhetünk. Mert nem tanulunk meg kínaiul. Én magam egyetemi oktatóként azt látom, hogy a hallgatóság nem, egyszerűen lehet, hogy meg akarna tanulni oroszul, hát bár nem annyira könnyedén akarna, nem tud megtanulni az angol nyelv után oroszul. Mert ugye az angol nyelv, és ez az angol nyelvnek az uralma, az amerikai szoppajörnek az annyival alapja, az maga a nyelv. Sokkal könnyebb a nyelv, sokkal könnyebb, ez egy ilyen laza nyelv, ugye angolul elkezdünk mondani egy mondatot, nem biztos, hogy be tudjuk fejezni, de hát szól, aztán egészen bármivel áttérhetünk, tehát egy laza, egy könnyedebb. Hát az orosz, hogy szokták nekem a hallgatók panaszkodni, hogy szokták nekem mondani, hogy tanárnő, ez felháborító, hát ragozni kell, meg mindennek neve van. Hát tényleg. Teljesen más felfogás, egy nagyon merev felfogás, egy oroszul mondunk egy mondatot, az elején kell tudnom, hogy mi lesz a vége, nem ez a nagy amerikai lazasság, és ez nagyon erősen visszaköszön. Több tanítványom van, aki megtanult kínaiul, elmondták, hogy kemény munkával középfokig el lehet jutni nálunk, középfokig el lehet jutni kínai nyelvből, de ott a felsőfokon megtanulni már nagyon nehéz. És ezért van az, hogy az angol nyelv dominanciája, és ami ehhez a nyelvhoz tudunk társítani. Az amerikai filmeken át, az amerikai életmód, az amerikai társadalmi modell, minden, gyakorlatilag ez az, ami elterjedtebb. Ezt tudjuk igazán a világról. Azt, amit az amerikai közvetítenek felénk, az amerikai narratívákat. De még itt az alapoknál, ugye a politika tudományról szokták mondani, hogy Amerika a bölcsője, ez is a 19.-20. század idején születő tudomány, tehát viszonylag egy fiatal tudományról van szó. A geopolitikával ugyanez a helyzet? Geopolitikával is ez a helyzet. Mi ahhoz szoktuk társítani, hogy a 19. és a 20. század fordulóján születik meg, és azt szoktuk mondani, hogy mi ezt Kiellén-től származtatjuk. Én ezt így is tanítottam nagyon sokáig, míg nem voltam egy orosz követség által rendezett orosz geopolitikai könyvnek a bemutatóján, ahol hozzászóltam ehhez, és ezt is elmondtam, hogy ahogy társítjuk Jellintől, az orosz delegáció kikérte magának. Hát hogy mondhatom én ezt, amikor ez Nagy Katalin cárnő idejéből származik ez a fogalom, és például Rostoványi tanár úrral, aki az egyik legnagyobb iszlám szakértő, aki egy darabig a Corvinus Egyetemnek volt a rektora, vele is beszélgettem arról, hogy az iszlám kultúrkör mit ért a geopolitika alatt, hiszen náluk így, hogy geopolitika szó nem is szerepelt. De ez nem azt jelenti, hogy nincs. De például Kínában nem használják igazából a geopolitika szót. Tehát például ilyet kimondani, hogy Kína birodalmat épít, hát ez teljesen a diplomáciai botrány szintjéig jut el. Tehát erről szó sincsen. Akikkel legjobban lehet ezt a geopolitikai gondolkodásmódot hozni, egyébként az nem véletlenül az atlanti világ és Oroszország. Tehát itt a legerősebb. A világ többi fele az mindig úgy ószkodik ettől. A világ többi fele az úgy tekint a geopolitikára, mint ahol mi tudatosan meg akarjuk mondani, hogy adott nagyhatalomnak mi a célja, ahol ott nem, mondják ők. Hát más kérdés, hogy ezt mi így gondoljuk, vagy nem. Na hát innen fogjuk folytatni a következő részben a geopolitika fejlődés története a 19. századtól a 21. századig. Hát nagyfába fogjuk vágni a fejszénket, azt gondolom. Én nagyon szépen köszönöm, hogy most a rendelkezésünkre állt. Nagyon szépen köszönöm a felkérést. És köszönjük szépen ezt a beszélgetést is. Dr. Bernek Ágnes, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ geopolitikai kutatócsoportjának a vezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen.